Folytatódik a napi aktuális. A napokban csak nem 95 ezer fiatal értesült arról, hogy a felsőoktatásban folytathatja a tanulmányait. Azok a fiatalok, akik egyetemi tanulmányaik alatt családot alapítanak, vagy gyermeket vállalnak, kiemelten számíthatnak a családi támogatásokra. A vendégem Nagyvarga Zsófia, a fiatalokért felelős helyettes államtit kerül. kívánok, köszöntöm Önt a stúdióban. Jó estét kívánok. Én azt mondta egy pódiumbeszélgetésen, hogy minden területen, vagy legtöbb területen erősíteni kell a tehetséggondozást, illetve odafigyelni minden fiatalra, hogy akinek nagy céljai vannak, és szeretné meg is valósítani őket, azokat egyfajta mentorprogrammal kísérni lehessen ezen az, ezen az úton. Hogyan néz ki ez a valóságban, a gyakorlatban? A Nemzeti Tehetségprogramnak már azért nagy múltja van, idén volt 15 esztendős, de azt látjuk, hogy folyamatos fejlődésben van, és évről évre nem csak egyre több forrás tudott biztosítani a kormány a programnak a megvalósítására, hanem nagyon sok új program meg is jelent az elmúlt években. Most, ami újdonság lehet, az az, hogy próbáljuk úgy rendszerezni, amit ön is említett, hogy a tehetségnek az útját le tudjuk képezni, tudjuk segíteni a tehetségeket nem csak egy-egy ponton a karrierjükön, a karrierjük kezdetén, hanem végig tudjuk kísérni adott Esetben, akár odáig, hogy az ő tudásuk, a tehetségük hasznosulni tudjon, mondjuk a piacon, vagy akár egy egyetemi képzés alatt. Ezen dolgozunk most, a pályázati kiírások egyébként hamarosan megtörténnek, részben már ilyen gondolat mentén. Úgyhogy akik pályázni szoktak a Nemzeti Tehetségprogramra, ők számíthatnak rá, hogy augusztus végén már elérhetőek lesznek első körben a, a különböző pályázati programok. És kik pályázhatnak? Nagyon-nagyon széles a spektrum. Ugye a Nemzeti Tehetség egy jelentős részére köznevelési intézmények, civil szervezetek, egyesületek pályázhatnak, de magánszemélyek is, például az ösztöndiakra. A Nemzet Fiatal Tehetségért ösztöndíj is az első körben fog megjelenni egyébként várhatóan augusztusban, illetve a nagy szakmai partnerünk, a háttérintézményünk, a Nemzeti tehetségközpont is kiváló programokat kínál. Náluk található meg a Snedberger zenei tehetséggondozó program, ugye a világhírű gitárművész Snedberger Ferenc maga gondol, gondozza és tápolja a fiatal tehetségeket, ugye jellemzően cigány fiatalokról van szó, és nagyon sok esetben be tudnak kerülni az ő segítségével magas fokú zenei képzésbe, de náluk van egyébként külföldi képzési lehetőség is, zenei más egyéb zenei tehetség gondozó vállalkozás indítás segítő program, úgyhogy nagyon-nagyon széles a spektrum és nagyon-nagyon sok támogatási forma. Én azt is mondta, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a természettudományos tárgyakra, valamint a lányok megszólítására. Ennek mi azok a lányokat, miért kell külön megszólítani? Sokszor azt kapjuk visszajelzésként, hogy a sok szervezettel kapcsolatban vagyunk, például a Nők a Tudományban Egyesülettelők egyébként nagyon kiváló programokat indítanak kifejezetten lányok számára, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a lányok is tudnak érvényesülni ezen a pályán. Hogyha magára Karikó Katanira gondolunk, egyébként sokat nyilatkozott erről, hogy nem vették komolyan, részben azért, mert egyébként ugye nagyon ritka az, hogy egy nő ezen a pályán érvényesülni tud, és sokszor nem hallgatják meg az ő hangjukat. Úgyhogy azt látjuk, hogy sokszor az információ hiányzik a fiataloknak, hogy lehet ezt a pályát válni választani. Lesznek majd olyan programok, amik kifejezetten ezt segítik elő, hogy a lányokat, illetve a természettudományos területen érvényesülni kívánó fiatal tehetségeket támogassuk, de ez majd csak a, az őszi pályázati körben fog indulni, és erről még részleteket nem is tudok mondani. Azért fontos erről beszélni, mert elképesztő természettudományos, fizikai, mérnöki teljesítményeket tudnak nők felmutatni, és szerencsére itt már eltűnt ez a fajta különbség, amikor ez mondjuk férfiak szűk elit klubja lehetett, és ebben nagyon, ahogy Karikó Katalin is mondta, nagyon nehéz volt betörni és hogyha mondjuk ifjú fizikusok világversenyére, vagy matematika olimpiára akarnak kijutni lányok, vagy a fiúk, természetesen nem lehet őket sem kizárni, milyen eszközök vannak arra, hogy felkészíteni őket, versenyeztetni őket, megbarátkozzanak azzal a stresszel, amit egy ilyen világverseny jelent? Jó, hogy említette is ezeket a versenyeket, mert ez is egy célkitűzés, és már tudok is konkrét domokat mondani ezzel kapcsolatban, hogy lehetőség szerint legyen sok olyan verseny Magyarországon, nemzetközi, nagy nagyhírű nagy hírű természettudományos verseny. Verseny, amit mi is meg tudunk rendezni. Egyébként az ifjú fizikusok világversenyt éppen 2024-re pályáztuk meg, és meg is kaptuk, úgyhogy a minisztérium támogatásával, a Kultúrás és Innovációs Minisztérium támogatásával rendezzük majd meg jövőre. Idén egyébként nyáron lesz az Informatikai Diákolimpia szintén Magyarországon, illetve lesz a Közép-Európai Matematikai Diákolimpia szintén Magyarországon, szintén 2024-ben. És miért is fontos ez, hiszen ha meg tudjuk rendezni, meg tudunk rendezni egy ilyen nagy eseményt, ez egy kiváló gyakorló terep az ott induló fiataloknak, jellemzően egyébként a magyarok jól szerepelnek. Ugye az 59-es, 59-ben indultunk először, tehát a kezdetettől fogva ott vagyunk a matematikai diák olimpián, úgyhogy figyelemfelhívás is. Támogatni pedig ott tudjuk őket, hogy a Nemzeti Tehetség Programon belül van kifejezetten egy tanulmányi versenyek pályázati csomag, ahol pályázni lehet a fiataloknak mondjuk tanulmányi ilyen, ilyen nemzetközi tanulmányosnak a kiutaz, kiutazásra, tehát finanszírozni tudjuk a kiutazásokat, a felkészülésüket, és egyébként azt is, hogy részt tudjanak venni ezeken a versenyeken. Azért is fontos ez, mert nyilván nem is elit elitverseny, de nyilván ide azért a legkiválóbb képességűek kerülhetnek be. De nagyon fontos ugyanúgy, legalábbis én azt gondolom, gondoskodni azokról, akik mondjuk messzi elzárt településeken próbálnak bekapcsolódni ezekbe a tanulmányi versenyekbe. Nagyon sok fiatal, gondolom, él olyan körülmények között, hogy elképzelni sem tudja azt, hogy ő mondjuk kijuthat egy ilyen versenyre, nem is tudja, hogy van olyan lehetőség, ahol tényleg felkarolják és, és támogatják és akár származástól, anyagi helyzettől függetlenül bekapcsolódhat ebbe a munkába, ebbe a tanulmányi versenybe. Ezt hogyan tudják elősegíteni, hogyan tudnak felkeresti, fölkutatni ilyen fiatalokat? Hát egyrészt az információ nagyon-nagyon az fontos, hogy eljusson, ahogy ön is említette, a lehető legtöbb helyre, hogy vannak lehetőségek, például a Nemzeti Tehetségprogramon belül. Ez is egyébként cél, hogy láthatóbbá tegyük a programot. Lesznek ez irányban új intézkedések. Tehetségtérképet tervezünk készíteni, tehát hogy lássuk, hogy vagy minden, lehetőség szerint a tehetségek is, vagy a tehetséget gondozó szakemberek, szülők lássák azt, hogy milyen lehetőségeik vannak mondjuk az országban, az adott régióban. Illetve van kiváló hálózatos rendszer is, vannak mérések, matematikai tehetségmérések, amit az oktatási hivatal végez de egyébként szintén a Nemzeti Tehetség Program gondozásában, támogatásával. Ott pedig országosan bárki jelentkezhet a mérésekre, 5. osztályban mérik a diákokat, és aki tehetségesnek bizonyul, az adott régióban kap külön matematikai tehetséggondozást. Egyébként ez a Idén bővülni is fog, és terveink szerint ezt is erősíteni szeretnénk a jövőben. És mondjuk multinacionalis cégek vagy nagy-nagy cégek, kutatásfelesztéssel foglalkozó cégeket is szeretnének ebbe bevonni, minél hamarabb gondoskodni az utánpótlásról? Vannak egyébként nagy cégek, akiknél hagyományosan vannak ilyen rendezvények, például egyébként a, van olyan is, ahol kifejezetten lányokat szoktak megszólítani, és akkor egyetemekkel partnerségben csinálnak ilyen nagy természettudományos napokat, úgyhogy abszolút nyilván ez egy ilyen win-win szituáció, az egyetem szeretne tehetséges fiatalokat, szeretnék, hogy minél többen jelentkezzenek hozzájuk, úgyhogy ez már egyébként egy bejáratott jó gyakorlat Magyarországon. Nagyvárga Zsófia, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.